Jó estét kívánok! Ez a Városi Televízió híradója pénteken. Köszöntöm kedves nézőinket! Tegnap volt a szociális munka napja. A sokrétű munka nem csak szakértelmet igényel, hanem rengeteg alázatot, elhivatottságot a szakma iránt. Az ágazatban dolgozókat Szalai Néti Hanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője is köszöntötte. Kiemelte, hogy büszke kollégáira, akik válvetve küzdenek minden nap azért, hogy elesett embertársaiknak segítsenek. Az Egyesített Szociális Intézményben hagyomány, hogy november 12-én a szociális munkanapját egy kihelyezett munkaértekezlettel ünneplik. Ez idén a járvány miatt nem valósult meg, ezért az intézményvezető online módon köszöntötte kollégáit. Szalai Néti Hanyi Andrea úgy fogalmazott, hogy a szívhez szóló köszöntő megírását az ihlette, hogy büszke kollégáira. Büszke vagyok a kollégáimra, mert tényleg mindenki egy csapatként állt fel, és akár tavasztól kezdve már mindenki nagyon keményen dolgozik a védekezésben és a betegek ellátásában. És ez nem csak a bentlakásos intézményre érvényes, hanem az intézményünk minden területére és ellátására, de beleértve a hajléktalanokat, a házi segítségnyújtásba dolgozó kollégákat, a családsegítő gyermekjóléti központban dolgozókat, a fogyatékkal ellátó nappali intézményünket, és ide sorolom én akár a műszaki csoportot, ahol a kollégák a telephelyek között végzik a munkájukat, akár az irodai dolgozókat, vagy az élelmezésen a konyhán dolgozókat. Az ágazatban dolgozók tesztelésével kapcsolatban az intézményvezető elmondta, a célzott tesztelést már megkezdték. Jelenleg is rendelkezésre áll 160 darab teszt, amit folyamatosan pótolnak. Védőfelszereléseik vannak, ennek hiánya nem veszélyezteti a munkát. A legnagyobb kihívást a bentlakásos ellátás jelenti. A legnagyobb kihívást elsősorban a bentlakásos ellátásban látjuk, hiszen a tavaszi időszakban 14 hétig volt látogatási kiárási tilalom, és most már a 15. hetét éljük meg ennek. Ez rendkívül hosszú idő mindenkinek, az időseknek is, a hozzátartozóknak, a családoknak, és nyilván a kollégáimra is most nem csak a fizikai ellátás, hanem emellé még a mentális ellátás is pluszban nehezedik rájuk, hisz mi pótoljuk a családot. A hozzátartozók részéről pozitív visszajelzéseket kapnak. Szalai Néti Hanyi Andrea szerint ez a fajta erkölcsi megbecsülés előre viszi a kollégákat. Úgy látja, erre szükség is van, hiszen az utóbbi években a szakmában dolgozók nem kapnak akkora nyilvánosságot, mint amit megérdemelnének. Az ESZI munkatársaink kívül megemlítette és köszöntötte az egész ágazatban munkálkodó szakembereket. A KED éjféltől érvényes kormányrendelet értelmében a mozik is bezártak, így az első pápai nemzetközi történelmi filmfesztivál az online térbe került, csak a zsűri tekintheti meg az alkotásokat. A fesztivál nem maradt el, így döntöttek a szervezők, de sajnos a közönség és a szakma most nem ismerkedhet meg a nemzetközi filmélet jelentős alkotásaival. Az eredményhirdetést is virtuálisan tartják, a tervek szerint vasárnap. Ezek a felvételek az október 14-i sajtótájékoztatón készültek. Akkor jelentette be dr. Áldozó Tamás polgármester és Posgai Zsolt fesztiváligazgató, hogy 2020. november 12-e és 15-e között városunk és a Petőfi mozi ad otthont a Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválnak. Ez most részben megvalósul. Fesztivál van, közönség azonban sajnos nincs. Nem tehetünk más, mint hogy nem elnapoljuk az egész fesztivált, vagy többen teszik, hanem megpróbálunk ugyanúgy tovább dolgozni, a zsűri nézi az alkotásokat, az alkotókkal folyamatosan vagyunk telefonos és videó kapcsolatban. Hosszabb előkészítést igényelt volna az, hogy online filmfesztivál legyen a pápai, és a nézők is bekapcsolódhassanak, mondta a fesztivál igazgatója. Ha online fesztivált szervez az ember eleve, akkor ugye az kimegy a térbe, és lehet látni, bárki megnézheti. De sajnos ez egy több hetes jogi procedúra, amíg a forgalmazótól megszerzi az ember a jogot, hogy ez kimenjen valamilyen csatornán, nyilvánosságra kerüljön, és erre az egy nap erre nem volt sajnos elég. Úgyhogy nem tudjuk a filmeket kiadni, hiszen ezek még vagy moziban levő filmek, vagy forgalmazás alatt álló filmek, hiszen új termést gyűjtöttünk be. Az eredményhirdetést vasárnap tartják, a díjazásról mi is beszámolunk majd nézőinknek.
A tervek szerint később a pápai közönség, ha nem is a teljes fesztivál anyagot, de néhány filmet megtekinthet. Nem hiszem, hogy ennek lesz akadálya, hiszen ha a mozi kinyit, akkor van egy pár olyan film, főleg a győztes filmekről van szó, amelyiknek meg fogjuk kérni a jogát, és egyáltalán nincs kizárva, hogy egy kétnapos program keretében, ha a karantén véget ér, ezeket a filmeket levetítjük a pápai közönségnek. Nemzetközi szinten is páratlan ez a tematikus történelmi filmes seregszemle, melyre 186 alkotást küldtek. A fesztivál programba 30 mű került be. Ezeket értékeli most a napokban a szakmai és a diák zsűri. A koronavírus járvány második hullámával járó szigorodó korlátozások miatt szerdától bezártak városunkban is a kiállítóhelyek, kulturális intézmények. A Jókai Morvárosi Könyvtárban a tavaszi tapasztalatokra támaszkodva ismét elindítják a Házhoz megy a könyv programot, valamint a közösségi oldalakon is tartják a kapcsolatot az olvasókkal. Amíg nem nyithat újra az intézmény, addig a munkatársak a zárt ajtók mögött folytatják a digitalizációs és feldolgozó munkát. A kormányrendelet értelmében a Jókai Morvárosi Könyvtár sem fogadhat látogatókat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lenne feladatuk az itt dolgozóknak. A könyvtárnak a munkatársai itt helyben dolgoznak, nem lesz lényegében senki sem home office-ban, mindenkinek ugyanúgy megvan a saját feladata, feldolgozó könyvtárosok folyamatosan dolgozzák fel a könyveket. Az olvasószolgálatos kollégák pedig aktívan részt fognak venni a Házhoz megy a könyv szolgáltatásunkban. November 16-ától ugyanis újra indul a tavaszi jó gyakorlat, a Házhoz megy a könyv program, mely egy ingyenes szolgáltatás. A lényege az, hogy az olvasóink telefonon vagy e-mailben kérhetnek tőlünk könyveket, adataik megadása után kedden és pénteken 9 és dél között lehetőséget biztosítunk a könyveknek a kiszállítására. Egy másik tavaszi kapcsolattartási módot is felelevenít a könyvtár. November 16-án indulnak a könyvtárnak a Facebook oldalán gyerekeknek, középiskolásoknak, felnőtteknek szóló játékok. Mivel a könyvtár nincs nyitva, erre az időszakra késedelmi díjat nem számítanak fel a kölcsönzött könyvekre, tehát most mindenkinél egy hónappal tovább lehet az olvasnivaló. Természetesen, aki visszavinné a könyveket, annak sincs akadálya, a bejáratnál elhelyezett könyvőrbe kell bedobni a köteteket. Bár a könyvtárban nem léphet látogató, a lépcsőn ezentúl is ott lesznek a dobozok, melyekből ingyenes olvasnivaló válogatható. Megjelent a Széles víz őszi lapszáma. Pápaváros folyóirata ezúttal is élvezetes olvasnivalót kínál, új rovattal gazdagodva. Ezt az új rovatot az idei helyzet ihlette. A világjárvány idején született írások kaptak benne helyet. Amint azt a lap főszerkesztője, Mátyus Aliz elmondta, a 7. évfolyam második száma az emberi kapcsolatokra, azok megtartó erejére fókuszál. Az idei év őszi lapszáma két rovatra koncentrálódik, mondta Mátyus Aliz. Az egyik a világjárvány idején, a másik az emberi kapcsolatok. Azokat az alapkapcsolatformákat, amiket egy időben kutattam is, és mindig nagyon érdekelt, ez a szülő-gyerek viszony, a mester-tanítvány viszony, most úgy jelenik meg az emberi kapcsolatok rovatban, hogy mindegyikre egy olyan írás reagál, amiből mindenkinek érzékelhető, hogy mit gyűjtenék továbbra is ebbe a rovatba. Tehát szeretném ezt az emberi kapcsolatok rovatot innentől kezdve mindig csinálni, és a világjárvány rovatot már a tavaszi számba se szeretném. Pedig a járvány azért még biztosan hoz új gondolatokat. Minden esetre az eddigiek közül jó néhány érdekes írás olvasható a Széles vízben. Kisiskolás és nyugdíjas, lelkész és pedagógus, író és alkotóval arról, hogy miként hatott rá a bezártság. Az emberi kapcsolatok rovatban többek között Áldozó Tamás, Kővári Andrea, Molnárné Péter Falvi Zsuzsanna és Mátyus Aliz személyes hangulatú írásait olvashatják mindazok, akik kézbe veszik a folyóiratot. Emellett természetesen helyet kaptak hagyományosan a Széles vízben az ünnepek, az értékek, a zene, a vers, a művészet, a színház és a diákok. Minden, ami pápai.
Sajnos a jelenlegi korlátozások nem teszik lehetővé, hogy olyan legyen a lapszám bemutatója, mint korábban, mondta a főszerkesztő. Így a folyóirat részletes ismertetőjét jövő pénteken tekinthetik meg a városi televízióban. Magyarország kormányának a koronavírus járvány megfékezésére hozott védelmi intézkedéseinek hatására az egyházak is kidolgozták a közösségi alkalmak rendjét. Városunkban a protestáns felekezetek úgy döntöttek, hogy nem hívják a gyülekezet tagjait személyes istentiszteletekre. A katolikus templomokban azonban a járványügyi előírásokkal és kijárási korlátozásokkal összhangban megtartják a miséket. Az egyre súlyosabbá váló járványhelyzetben a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa pásztorlevélben fordult a gyülekezetekhez, melyben azt kérik, hogy nyilvános istentiszteletet csak is ott szervezzenek, ahol az a hatályos állami és önkormányzati védelmi intézkedésekkel összhangban a templom mérete vagy a gyülekezet kicsi létszáma miatt biztonságosan, egymás iránti felelősséggel megtartható. Az alkalmakon a járvány terjedése szempontjából különösen veszélyes éneklés és úrvacsoraosztás nem megengedett. Ehhez igazodva döntöttek a pápai gyülekezetben is. A gyülekezési tilalom és egymás iránti fértő szeretet, de különösképp emellett még a másik egészségének védelmi érdekében a gyülekezetünk presbitériumában is bejelentettem, hogy az elkövetkezendő 30 napban nem tartunk evangélikus istentiszteletet pápán. Sem pedig más egyházi közösségi alkalmakat, tette hozzá Polgárdi Sándor evangélikus esperes. A Magyarországi Református Egyház zsinata ajánlását figyelembe véve, a pápai református gyülekezet elnöksége úgy döntött, hogy november 15-től határozatlan ideig az istentiszteleteket nem személyes részvétellel, hanem online tartják. A tavaszi veszélyhelyzet kihirdetése után elindult a református istentisztelet élő közvetítése pápán, s ezt fenntartották abban az időszakban is, amikor a hívek jelen lehettek a hitéleti alkalmakon. Úgy gondoljuk, hogy ez már egy bejáratott rendszer, bejáratott módszer. Nagyon hálásak vagyunk azoknak a munkatársaknak, fiatal munkatársaknak, akik hétről hétre itt vannak és magát a közvetítést lebonyolítják. Mi pedig a magunk részéről igyekszünk úgy készülni az ige hirdetésre, hogy az az üzenet, amit Isten a szívünkre helyezett, ezen a közvetített módon is elérjen. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint továbbra is tarthatók szentmisék, de csak a korlátozásokkal összhangban. A plébániai oktatásokat és a közösségi összejöveteleket viszont online lehet megtartani. Mail József apát kérdésünkre elmondta, hogy további rendelkezésig a korábbi miserend van érvényben. A hétvégén marad a borongós, ködös idő. A részleteket nézzük az időjárás jelentésben. Szombaton a már megszokott párás, ködös idővel indul a nap. Szinte mindenhol borongós, szürke, helyenként tartósan párás időre van kilátás. Gyenge marad a szél, délután 5-11 fokot mérhetünk. Vasárnap is sokfelé ködös reggelre, délelőtre, valamint túlnyomóan felhős délutánra kell számítani. Csak helyenként süthet ki rövid időre a nap. Megélénkülhet a délkeleti szél. Délután 6-12 fokra van kilátás. Kedves nézőink, ennyi fért mai híradónkba, tartsanak velünk továbbra is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!